Ezen a tavaszon a lányom nem lehet szerelmes, sőt, férhez kell neki menni. Férhez? Méghozzá hamarosan. Ki? Azt nem tudom. Legalábbis még nem ismerem, tudni tudom. Vajon, ma szedem le a vonatról. 2004 óta járja többek között a mi országunkat is a Körúti Színház, közel 40 főnyi társulata, hogy szórakoztasson, nevettessen és örömteli pillanatokat okozzon. Jász Apátin is ez a küldetésük. Viccesen úgy lettünk most már Körúti Színház, hogy körbejártuk az országot most már jó néhányszor, de nem azért lettünk mi vidéken játszó színház, mert nem találnék helyet Pesten, hanem mert én ezt szeretem csinálni. És azt gondolom, hogy a kollégáim is. Mi több mint 170 játszunk Magyarországon, és kb. 15 helyen Szlovákiában, a magyar lakta területeken, és leginkább most ezekre a bérletes sorozatokra mentünk rá, ami most itt Jász Apátiban is ma kezdődik, egy vadonatúj hely számunkra, amit nagy szerencs, hogy megtaláltunk. Tavaly az új évad első darabja előtt beszélgettünk a Körúti Színház igazgatójával, Galambos Zoltánnal. Ugyanúgy, mint tavaly, három alád előadásból fog állni a bérlet sorozat. Valóban a Körúti Színház jön újra. Ennek az a jelentősége, hogy a Körúti Színház vidéki művelődési házakat látogat meg, nincsen székhelye, és elhozza nekünk azokat a darabokat és azokat a nagy embereket, akikkel mi talán nem tudnánk olyan gyakran találkozni. Csak egy példa erre mindannyiunk nagy kedvence Koltai Róbert, aki a tavalyi évadban az Én és a kisöcsém című vidám darabban garaltált a közönségének a felhőtlen szórakozást. Idén sem lesz mókás pillanatokból hiány. Szeptember 29-én bemutatják a Mezítláb a parkban című vígjátékot, hogyan boldogul egy ifjú házaspár az együttéléssel, mi mindenre képes egy anyós és hogyan alakul a viszony a szomszédsággal. Mindezekre keresi a választ a darab Galambos Zoltán rendezésében. Február 19-én egy két részes komédiával érkezik a Vándorszínház, Minden lében három kanál címmel, Beleznai Endre és Placskó Emese főszereplésében. Végül áprilisban a Zsákba macska című zenés vígjáték bemutatóját láthatja a nagy érdemű. A bérletek ára 7500 forint, a jegyek ára 2900 forint, és az a szerencsés helyzet alakult ki, hogy már hetek óta, miután most szeptember 29-én lesz az első előadás Koncz Gábor szereplésével, már hetek óta ég a telefonvonal, az e-mailek jönnek, hogy mikor kapjuk meg a bérleteket, és szerencsére ez most megérkezett. Nagyon keresik, nagyon várták az emberek, és hát mi ettől nagyon meghatódtunk, mert végre elérkeztünk abba a fázisba, amiben tulajdonképpen mindig is működnünk kellett volna. Szeptember 18-áig lehetőség van a régi bérletek megújítására. Bérletvásárlás szeptember végéig lehetséges. Az előadásokra jegyek a helyszínen is vásárolhatóak.